A találkozó összehívását az indokolta, hogy a kulturális ügyekért felelős államtitkár El Simon László még júliusban a kormány elé szeretné terjeszteni a megyei könyvtárak és megyei múzeumok átadásának részleteit tisztázó jogszabály tervezetét. Ez azért is fontos, hogy a megyei jogú városok az ősz folyamán már az új helyzet ismeretében tervezhessék a következő évet. Áll a minisztérium által a találkozóról kiadott közleményben. A Fehérvár Média Centrum megkereste dr. Cserpalkovics András polgármestert a témával kapcsolatban. Székesfehérvár képes és kész felvállalni azt a kultúrmissziót, amelyet a megyei könyvtár és a múzeum fehérvári tagintézményeinek működtetése jelent, erősítette meg értesülésünket a polgármester. 2013. január 1-től a Megyei Könyvtárhálózat fenntartása és fenntartója az önkormányzat, és az önkormányzati feladat lesz, illetve a Megyei Múzeumok esetében a gyűjtőkör vonatkozásában, illetve a Fehérváron lévő múzeumi részek vonatkozásában is Székesfehérvár önkormányzata lesz a fenntartó. Én azt hiszem, hogy Fehérvár kész és képes is ennek a múzeumegyüttesnek az átvételére, és egy nagyon nagy stratégiai lehetőséget is látunk abban, hogy a múzeumok Székesfehérvár fenntartásába kerülnek. A pontos határidőket és feladatokat az új struktúra szakmai részleteinek kidolgozása után lehet majd meghatározni, tette hozzá a polgármester.